Folytatjuk a magyar sajtó helyzetéről és állapotáról szóló témánkat Tom Popper után magyar oknyomozó újságírókkal. Vendégeink a többek között a Voldemort ügyet feltáró Rajnai Attila és a Jegybank és Matolcsy György körüli ügyek közül többet is kirobbantó Rádi Antónia, akinek például Kaja Ibrahim és Jasin Tot nevének megismerését is köszönhetjük, illetve Baksa Roland, akinek például a Vajdazita ügyet köszönhetjük, sok másik ügy közül, ami mostanában robbant a sajtóban. Szerbusztok, jó estét, köszönöm, hogy eljöttetek. A reklám előtt hallhatták a nézők, Tom Popper, amerikai Magyarországon dolgozó újságíró, eléggé lesújtó értékelését arról, hogy milyen nyomás alatt dolgoznak megfélemlített magyar újságírók. Ti hogy látjátok ezt a kérdést? Biztos, hogy oka volt annak, hogy ő ezt tapasztalta. Én annyiból ezt azért árnyalnám, hogy a cenzúrának látszó események zöme inkább öncenzúra jelenleg az én benyomásom, tapasztalatom, kollégákkal beszélés szerint. Szerintem, hogyha valaki meg akarja őrizni az entitását és a szabadságát, meg tudja. Meg tudja azáltal, hogy olyan szerkesztőségbe igazol, ahol erre van lehetőség, hát vagy bárhol azért, meg tudna. Hát most én tényleg leteszem a kis esküt, de nem, nálunk az átlátszónál ilyen tapasztalat nem ért még, hogy beszóljon valaki bármilyen módon, és az befolyásolja a megjelenést. És te nem beszéltél olyan magyar kollégákkal, akiknek van ilyen napi tapasztalatuk? Dehogy nem. De megoldható, mondjuk extrém példát mondok, nyithatsz egy blogot, bármi leírható Magyarországon, kicsi az impact, minél kevesebb. Hát meg a megélhetés, tehát nyithatsz egy blogot, de abból senkinek nem lesz rendes fizetése. Ez egy másik probléma, ez egy csúnya probléma a megélhetési, de az nem cenzurális probléma, hogy ahogy a megélhetése miatt elviselek egy esetleges cenzurázást. Az. Attila? Hát én sem éltem át cenzúrát, tehát szerencsés vagyok ilyen szempontból, olyan médiumoknál dolgoztam, hogy tehát az nem volt. A jogi cenzúra van, hogy ezt nem tudjuk bevállalni, mert azt mondja, hogy vagy jobban tudjuk bizonyítani, vagy akkor kivesszük belőle. De igazából én azt érzem, hogy csak gazdasági nyomás van. Az hogy életbe kell lenni, életbe kell maradni egy médiumnak, és nagyon beszűkült, hát kereskedelmi hirdetés az már elmúlt, tehát az a nagy autós, meg hitelezéses dolgok, állami hirdetések vannak, és hát azért ezek szabályozzák az életben maradást, és nagyon nehéz maradni, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy nem vállalom be azt, hogy most ezt leközöljük, mert szükségünk van a hirdetésre az életben maradáshoz. Föl fog értékelődni viszont, ha ilyen a közeg, az gazdaságilag is, és olvasószámba is az a média, ahol ilyen nincs. Mert hiszen az emberek igénylik a szabad tartalmat. És hogy ilyen azért még van, az abból is látszódhat, hogy elég sok korrupciós ügy és botrány robbant a sajtóban az elmúlt időszakban. Több, mint korábban? Én azt gondolom, hogy lehet, hogy csak a véletlenek egybeesése vagy összejátszása történik. Tehát korábban is voltak korrupciós ügyek, amik összejöttek. Most talán 3-4-5 ilyen ügy előjött, de ez... Ennek milyen oka lehet? Egyszerűen besűrűsödött az élet, vagy most többen vannak, akik rendelkeznek információval, és besokaltak, és elkezdték keresni a sajtókapcsolatokat? Vagy? Ne értékeljük le azért a hatalmi harcot sem, hogy akkor... Ez lett volna a következő feltetésem, igen, hogy itt a Fideszen belüli repedések is megtalálható. Én biztos vagyok benne, hogy igen, de hát most ha valaki hall egy érdekes információt, és az érdekes, igaz és igazolható, akkor köteles azzal foglalkozni, hogy ez valójában adott esetben nem a két szép személyért mondta el az informátor. Kívülről úgy tűnhet, hogy a te cikked, és az a kapcsolatos ügy, illetve a következmények egyfajta áttörést jelenthetnek. Ugye itt Mennyi Roland alias Voldemort ügyéről van szó, ahol most végül is eljutottunk odáig már, hogy a mentelmi jogát felfüggesztette az országgyűlés, az ügyészség pedig lépett az ügyben. Visszatérve az előzőhöz, hogy több ilyen ügy jelent meg, szerintem több egyértelmű ügy. Tehát az érthetőség szempontjából ezek egyszerűek, mint a fahék. Tehát az én ügyem is, szerintem a Vajdazita féle ügy is. Tehát ezek jobban értelmezhetőek, mint a bonyolult offshore céghálós történetek. Azok kevesebb ideig is voltak fenn a médiában. Tehát én mindig azt mondom, hogy ebben a Voldemort ügyben végre arcot adtunk a korrupciónak, testet öltött. Egyértelmű, kért 5 milliót, akkor lesz pályázat.
odaadták neki, és lett pályázat. Ez egy sima hétköznapi sztori. Meg akkor a szerencse, hogy Voldemortnak neveztette magát, hát, mert ez lehetett, ez egy ilyen hívó szóvá vált. Igen. De hát ez egy fogalom már volt. Tehát ez az unokiás doboz fogalom egyébként. Lázár János viszont azzal intézte az egész ügyet, hogy ezen leginkább az látszik, hogy az állami gépezet működik, hiszen valós kifizetés nem történt. Hát ez nem ezen múlt egyébként, tehát fogalmuk se volt, hogy mi történik, hogyha nem érkezik oda a NAV bűnügyi igazgatóság, és meséli el nekik az utolsó film ezeket a történeteket, de hát ez majd ki fog derülni, reméljük a perben. De hát ami most sokkal izgalmasabb ebben a történetben szerintem az, hogy minden működött, tényleg azt mondták a jogászok is, meg a hatóság, ez az, ami ment a maga módján. Szeptember 12-én hétfőn egyhangulag a mentelmi jogát felfüggesztették Menny Gyurnak, na azóta nem történik semmi. Én az elég sűrűn kérdezem a központi nyomozó főügyészséget, hogy mi van már, hát csütörtök reggel még nem volt ott ez a határozat. Tehát azért ez azért mutatja azt, hogy történik valami a háttérben, amikor közben itt haladéktalanul kellene, nem tudom, házkutatni, lefoglalni a számítógépét, az adatordozókat, hiszen le vannak tartóztatva emberek ebben az ügyben, két hete is házkutatást tartottak. Tehát érdekes. Most azt mondják nekem azok a fülesek annak, hogy most kampányol a Menny Gyur, most hagyni kell. Hát azért nem így működik. Mindent alárendelnek furcsa módon ennek a kampányon. Hát ez azért nem így működik. Hát azért ez arcátlanság ebben az ügyben most. Azt így, de sztori nem így működik, hogy volt egy elképesztően nagy füstje, lángja az elejének, hát amikor már valakinek a lakásán, a munkahelyén házkutatnak, akkor mi a következő lépés? És a következő lépés nem történt meg. Tehát, hogy a büntetőügyek gyakorlatilag úgy folynak, hogy több az alkudozás a gyanú a háttérben, mint ami hát egészségesnek tűnik. Te Polt Péter hátteréről és karrierjéről írtál egy feltáró anyagot, ugye ő a legfőbb ügyész, ebből mi derült ki arról, hogy hogyan működik az igazságszolgáltatás Magyarországon? Hogy miért úgy, mint amire most utaltál? Én igazából arra voltam kíváncsi, hogy megállják-e a helyüket azok a felvetések, hogy politikai alapon dőlnek el ügyek, illetve miért pont kulcsszereplő nyilván a legfőbb ügyész, hát ezt szerintem mindenki érti, hogy mennyire az, hiszen rajta múlik, hogy ki megy bőribe, meg ki nem. Tehát, hogy ez azért egy demokráciába föltehető legfontosabb kérdés, a szabadságot. Hogy ő politikailag motivált-e, kimotiválja is, hogy történt a kiválasztása, milyen castinggal, mert hát egy nagyszerű választás. Úgy értem, hogy hatékony a nagyszerű. Arra jutottunk, hogy igen, ezekre lehet azt mondani, hogy politikailag motivált döntések születnek, de nem csak a Fidesznek kedvező, hát végig vezettünk olyan ügyeket is, amikor mondjuk a kulcsárféle brókerbotrányba, amikor olyan politikusok sem kerültek képbe, akikre egyértelmű terhelő vallomás született, és szocialista érintettek. Sőt, tehát, hogy a szocialista időben választották legfőbb ügyésznek újra. A szocialista nem. Hanem akkor kapta meg azt a lehetőséget törvénybe hozva, hogy ott maradhat az ügyességen, és főosztályvezetőként tevékenykedhet. És a szocialista időkben lett Kovács Tamás a legfőbb ügyész, aki hát nem én nyomot nem hagyott, tehát például mindenki a elszámolásos büntetőügyeket mindenki hibásan Polt Péterhez köti, de nem, azokat a Kovács Tamás legfőbb ügyészsége alatt indították, amik most kudarcba fulladnak egymás után a bíróságon. Tehát, hogy annyira nem is emlékszünk rá, hogy gyakorlatilag kész tény az igazságszolgáltatásban, hogy azért akkor is a két helyettes a helyén maradt, és Polt Péter meg ott volt házon belül, és ezt valóban a szocialista törvényhozás tette lehetővé Polt Péternek. És ez vajon minek köszönhető? Szocialista többség, bocsánat. Én azt gondolom, hogy akkor kellett, hogy legyen valami alkufélesség, amire lehet azt mondani, hogy civilizált és parlamenti megállapodás. Ilyenkor mindig azt szokták mondani, hogy miért, hát, hogyha nem háborúskodik a két egymással szemben álló politikai erő, akkor az valami ördögtől való. Tehát lehet ez a magyarázat is rá, vagy azt lehet mondani, hogy ez egy szimpla mutyi. Milyen szerepet játszik, vagy nem játszik az ügyészség az MNB-hez köthető ügyekben, amelyekről te is írtál sokat, még az előtt, amire az előbb Attila is utalt, a Vajdazita ügyre, amiről majd beszéljünk külön. Ugye a Matolcsi György vezette egy bank környékén szaporodtak meg ezek a
furcsa, gyanús ügyek. Több feljelentés is született az elmúlt 3 évben, és ugye a ügyészség még soha nem indított, vagy legalábbis nem zárt le, vagy érdemben nem indított vizsgálatot ezek kapcsán. És ott dolgozik Polt Péter felesége, azért azt ne felejtsük el. Az MNB-ben. Igen. Igazgató, és 5 millióért? Igen. 5 millió forintért igazgatott ő. És ahogy most már ezt mindenki tudja, a Matolcsy György úgy barátnője is az MNB-ben dolgozik, de ez onnan derült ki egy MNB sajtóközlemény kapcsán, amit a te kérdésedre adtak válaszul, mert te kezdted el firtatni az illető hölgy fizetését. Akkor Matolcsy György magánéletét még nem, azt a sajtóosztály teremtette meg azt az összefüggést. Téged miért érdekelt ő? Ez egészen pontosan egy csapatmunka volt két másik kollégám, Varga Gábor és Spirk József. Fel együtt csináltuk ezt az egész sztorit. Egyrészt két részből tevődött össze, hallottuk azt, hogy várófélben van a Matolcsy házaspár, és már évek óta pletykáltak egy hölgyről Matolcsy környékén, akinek nagyon furcsa karriert adatott meg az NGM-ben, illetve a jegybankban. A kettőt nyilván igyekeztünk összekötni, de nem kérdeztünk rá a magánéleti szára, ezt a jegybank. Szerintem egy hibát követett el azzal, hogy a jegybank saját maga kötötte össze a kettőt. Ha ez nem történik meg, akkor sokkal nehezebb dolgunk lett volna. De minden esetre belső jegybanki források voltak azok, amelyek kapcsán már sajtóban többek figyelmét, ezek szerint nálatok például ott a kollégáiddal együtt a ti figyelmeteket felkeltette ez az egész történet és ez igen, a jelenség. Igen. Volt egy másik ügy, ami a sajtót érinti és nagyon súlyos, itt egy újságíró megfélemlítéséről van szó, egy olyan újságíróról, aki nagyon sok oknyomozó anyagot is jegyezhetett, és az állambiztonság kereste meg, ugye elvileg azzal, hogy megvédjék őt attól, hogy valami idegen titkosszolgálat látóterébe került, és terhelő információkat kezdtek róla ezek az idegenek állítólag gyártani, aztán az illető úgy érezte, hogy itt inkább arról van szó, hogy őt akarják kihasználni. Ez mennyire egyedi eset, mennyire életszerű, ti mennyire éreztétek, vagy hallottátok esetleg másokon keresztül, hogy a magyar szolgálatok, vagy külföldi szolgálatok egyáltalán tevékenykednek a sajtó, vagy az oknyomozó újságíró környékén? Hát ezt a részét nem, de nem tudom, szerintem Antonio még emlékszik rá, hogy hát 15 éve volt az a kiszivárgás, egy lehallgatott Magyar Bálint féle viszonyokról, egy román házaspár, stb. Hát az egy egyértelmű... Mucuska gét, ugye, az egy egyértelmű titkosszolgálati szivárgás volt egy bizonyos sajtóorgánum fele. Egyébként volt is, hát rengeteget próbáltak ezt vizsgálni, meg keresni a vakondot, tehát volt erre akció is annó szerintem, bár ez egy le van titkosítva, de a Szilvási féle per az valahogy ennek a kiszűrése kapcsán jutott el oda, hogy zajlik valami. Tehát a magyar titkosszolgálatok mindig is szivárogtattak, de egy időszakban... De nagyon, más de. A szivárgás, és más az, hogyha erőszakkal akarnak valakiből forrást csinálni. Szerintem az, hogy a rendszerváltozás előtt, aki komoly újságnál újságíró, vezető beosztásba került, az be volt ütve valahova, vagy jó eséllyel be lehetett, azért ez nyílt titok ebben a szakmába. De hát a rendszerváltás előtti időkre vonatkozóan azért nem is vagyunk meglepve. A meglepő az, hogy most megtörténhet ilyen. Csak kérdésem az volt, hogy ez Szerinted elbocsájtották őket mind? Mert ugye az volt a legnagyobb érv a titkosszolgálati iratok nyilvánosságra, teljes nyilvánossága ellen, hogy akkor veszélybe sodorják a meglévő kapcsolatokat. Most miért csak más területen lennének úgymond meglévő, tovább foglalkoztatott kapcsolatok? Ráadásul itt arról is volt szó, a magyar szolgálatok ezzel védekeztek, hogy külföldi szolgálatok próbálnak megkörnyékezni magyar újságírókat, és hogy itt a kémkedés gyanúja is felmerülhet újságírók vonatkozásában. Ez nem tudom, hogy értelmezhető egyébként, tehát hogy egy újságírónak valami tudtára jut, és nem megírja, hanem eladja az információt, vagy hogy fordítva a külföldi szolgálatok magyar újságírókat használnak arra, hogy szivárogtassanak a kormány számára például politikailag kényes ügyekben? Vagy hát én nekem fogalmam nincs, mert ilyen sem személyes tapasztalatom nincs, tehát hogy engem soha senki nem talált meg. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt a kollégát se, hanem ez tipikusan egy újságíró megfélemlítéses akció. Én is az én szemembe ez az. Igen, bocsánat, nekem se volt még dolgom ilyennel szerencsére, de
talán nem biztos, hogy igaz az a narratíva, hogy valamiféle kémkedés vagy titkosszolgálatokkal való együttműködés miatt jelentek meg annál az újságírónál a titkosszolgálat emberei, hanem talán arra is volt ez az akció, hogy az újságíró az leálljon bizonyos dolgokról. Hát lehet, de azért keveset tudunk erről az ügyről, de azért kaptunk már anyagokat, meg szivárogtattak részünkre is, tehát nem úgy ül le valaki, hogy nézze, én az orosz titkosszolgálatnak dolgozok, és akkor adok önnek egy csomó anyagot. De éppen ezért könnyű rád is rádfogni, mert hiszen találkozol, persze, mindenféle emberre találkozol, mert ez a munkád, és akkor utána megolvasod a 888-on vagy a riposztba, hogy te kivel találkoztál, és akkor te biztosan dolgozol. Ez egy nagyon érzékeny talaj ez, és ez egy nagyon csúnya történet. Egy percünk maradt, utolsó kérdés. Az olasz paparazzók hogy illeszthetőek a magyar sajtó működésében? Van az a pénz, amikor az embernek korpás a haja, hogyha emlékszünk el a régi reklámra. Hát ez meg egy még csúnyább történet, ha lehet ezt fokozni az előzőt. Hát hiszen ennek a paparazzónak a munkájából már jelent meg képriport, és azt tudjuk, hogy milyen. Milyenre született, hiszen a svéder félelet csinálták. Ezt van, ahol beszerkeztik, és ami megjelenik, azt újságnak hívják, de én azt gondolom, hogy ezt jobb nem sajtónak nevezni, mert nem az. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Önöknek köszönöm a figyelmet. Találkozunk jövő pénteken is ugyanebben az időben. Viszontlátásra!